Még az idén decemberben megkezdődik a Néprajzi Múzeum építése a Városliget melletti 56-osok terén, a Liget Budapest projekt keretében, közölte a beruházásért felelős miniszteri biztos. Bán László szerint mérföldkőhöz érkezett a beruházás, a múzeum pedig tulajdonképpen hazatér a Városliget mellé, hiszen ott mutatkozott be először. A kivágott fákról is kérdezzük Bán Lászlót. Én először nem tudtam, hogy melyik lesz a néprajz, aztán rájöttem, hogy ez a sípálya. Vagy a műugrósánc, vagy micsoda. Hát jó estét. Hát lehet síjálni is esetleg. Hát igen, hát, lehet egy ilyen diszketben nem, mert ez egy nagyon izgalmas, valamelyik domboldal képez majd a teteje, egyfajta... Hát ugye ez egy angol parkként épült a Városliget, amiben annak idején építettek bele romokat, műtárgyat, dombocskát. Hát most itt egy épület kerül a nagy része a föld alá, és a földfelszín fölött egy izgalmas kézon fog. És onnan is sétálhatok majd? Igen, így van. Hát akkor szánkózni is lehet, ha leesik ahol. Azt hiszem, olyan lesz a kertkérdés, szánkózni kicsit nehezebb lenne, de sétálni lehet. De nem is ez a lényeg, hanem hogy a Néprajzi Múzeum otthont talál, ha majd ez egyszer megépül. De most kezdődik. Így van, decemberben neki látunk. Nincsenek nagyon elcsúszva? Mindennel az eredeti tervekhez képest? Hát, hogy mi az eredeti, ugye 11-ben kezdtük az egészet. Hát először, amikor tulajdonképpen döntés volt, akkor azt mondta, hogy 17-18-ra állnak majd épületek. Igen. Ami ebből 18-ra meg lesz, a szép műrekonstrukciója elkészül. Elkészül a Szabolcs utcában az a raktározási és restaurálási központ, amelyik európai színvonalú lesz. Valóban a Ligetben a véghatáridő 2021 most. Ez egy 10 éves szakasz, ami egyébként akár a magyar történetben nézve egy ekkora léptékű beruházást. A Szép Művészeti Múzeum maga 10 évet épült, 1896-ban döntött el a törvény, hogy legyen, és 1906-ban nyitotta meg Ferenc József. Tehát azon egy 10 év egy ilyen léptékű beruházás esetében, mint amit a Liget Budapest jelent, ami ma Európa legnagyobb kultúrás beruházása, teljesen korrekt. Általában ilyen nagy beruházásnak 60% az előkészületek és 40% a megvalósítás. Most vagyunk éppen 6 évnél, tehát azon ilyen értelme időben vagyunk. Nem csalódott attól, hogy ennyire nehezen megy? Tehát én úgy ismerem önt, hogy tele van tetvágyjal, és hogy haladna, és hogy menne, és kívülről nézve ez a dolog, lehet, hogy belülről megélve nem, de hát azért döcög, totyog, áll egy kicsit, várunk pályázatokat, határidőket, bírja? Hát, azt gondolom, hogy ha majd utólag nézzük, majd mikor kész leszünk, és onnan tekintünk rá, tényleg nagyon gyors lesz ez az idő. Persze, belülről egy ember szívesebben hajtaná gyorsabban, de ha belegondolunk, hogy mennyi nehézségen kellett ülni, mennyit, tényleg egy ilyen léptékű fejlesztés mit jelent, tényleg jó ütemben haladunk. És még egyszer mondom, ha azt mondjuk, hogy 10 évbe kerül egy ilyen óriási léptékű változás, ez nem ezt értem. Nem mondta a Szabolcs utcai múzeumi raktárközpontot, a néprajzi anyaga is oda kerül? Igen. A Néprajzinak is, tehát ez a Néprajzinak, a Szép Művészeti Múzeumnak és a Nemzeti Galéria raktári anyagát és restauráló műhelyét fogja. Tehát onnan mozgatják tulajdonképpen kiállítás igény szerint. Igen, így van. Meg restaurációs igény szerint nyilván. Mi lesz a következő lépés? Nem is megyünk tovább. Mi maradjunk itt. Most mit kell majd decemberben látnunk, hogy hogyan kezdődik? Mélyépítési munkákkal, hiszen ennek az épületnek, talán a filmből is látszik, egy jó része térszint alatt van, a kiállítóterek, amelyek nem kívánnak természetes fényt, tehát az épületnek a tömegét sikerült eltüntetni a térszint alatt, ez a különleges dombszerű megjelenés ennek is köszönhető. Ez hol lesz pontosan? Ez, ha megyünk ki, ugye a Liget történeti tengelye, az a Király utca városligeti fasor volt, amíg nem volt Andrássy út, ott jöttek ki a városi népek a Ligetbe, ez újra alkotja ezt a tengelyt, és ennek a erre a Városligeti fasor tengelyre teljesen merőlegesen és középpontilag merőlegesen helyezkedik. Ott van most parkoló van? Ahol az 56-os emlékmű van, lehet is látni egyébként a képen, hogy gyakorlatilag az ennek az ívnek a közepén. Ez és bent a Ligetben, vagy kinn a parkoló területen? Ez a parkoló területén van, de egy promenádnak is hagy helyet. Lesz egy 20-25 méter széles promenád a Hősök terétől egészen majd az Ajtósi Dürrel-Sólig, ez közel 1 kilométer hosszú. Ez az óriási parkoló, amit ma ezernyi autó foglal el. Ott most, akik parkolnak, ezernyi autó és több ezernyi autó, és mit fognak mondani a következő csinálunk időszakban? Elkezdjük jövő január-februárban nagy mély garázs építését is. Egyébként ugye miután a főváros bevezette és a kerülettel közösen a fizetőparkolást hétközben, hétvégén most is ingyenes, ezzel megszűnt az a P+R parkolási funkció, ami igazán elfoglalta. Nem a környéken lévő foglalták ezt el, hanem a városba jövő kerestek maguknak helyet, és hát jobb helyet, mint a Ligetet nem is lehetett erre találni.
és a Liget, ami ott a parkoló, fizető parkolós, ott már azért nem ezernyi autó. És hol van a P+E parkoló most ehhez? A P+E parkolót meg kell majd építeni a Mexikó végén. Nem rossz a ütemezés? Tehát, hogy nem parkolót ugye építünk, én kirakjuk ugye az autókat? Ugye nem fővárosi közlekedés, vagy felelős, hanem Liget. Én azt mondom, hogy a Ligetnél csak jobb parkolóhely lehet, és azt ebben nincs vita. Hát a parkolóhelynél jobb parkolóhelyet kéne keresni, mert ugye aki ott parkolt, nem a Ligetben parkolt, hanem egy parkolóhelyet talált magának. De annak nem lenne szabad parkolóhelynek lennie. Ez történelmi hagyomány, most már nem tankok mennek április 4-én felvonulás címszóval, hanem autók parkoltak. De akkor nem fognak. Mi lesz a következő lépés? Mit látunk majd? Elindul a mélyépítés, tehát gyakorlatilag az épületnek a kubusa, ami majd a térfelszint alatt képződik ki, azt fogjuk az elkövetkező hónapokban létrehozni, és utána majd elkezdünk kijönni a földből. Tehát 2018-ban, 2011 év múlva ilyenkor már épülő magas falak lesznek. És 2020-ban egy megnyitó? Igen, 2020-ban kész az épület, és már bizonyos kiállítása is kész lesznek. 2021 májusa a véghatáridő valamennyi kiállítási egységnek. 2021 egyébként is a véghatárideje. Mindennek. Igen, mindennek. Mi lesz a közlekedési múzeummal végül is? A közlekedési múzeumra a kormány rövidesen dönt információim szerint, hogy vajon melyik az az alternatív helyszínek közül, amelyik a leginkább alkalmas arra, hogy egy nagy közlekedési múzeum létrejön, amely sose volt szintén, hiszen a Ligetben, a kisebb épületben nagyon szép épület volt ez a közlekedési múzeum épület, a háború előtt most nem, mielőtt lebombázták, de sose fért bele a gyűjteménynek csak egy töredéke. Ez éppen ezért az lett a végleges döntés, hogy ne bővítsük akár duplájára, mert az is kevés lenne, hanem építsük meg benne a Magyar Innovációházát. Ez egy interaktív science center lesz, egy nagy csodákpalotát képzeljünk el, amely a magyar feltalálói géniusz előtt tiszteleg, egészen a mai napig jövő találmányokig, sőt egyfajta startup találkozó hely is lehet, tehát hogy ne egyszerűen egy múzeum legyen, hanem egy olyan intézmény, amivel imádnak járni a kisebbek és a nagyobbak, de egyébként inspirális új és új találkozó. Jól értem, ez is 21-re elkészült, igen. A közlekedési múzeum tán akkor nem, hiszen még döntés sincs róla. A közlekedési múzeumnak attól függ, hogy... Az önhöz tartozik, ugye? Nem, az Vitézi Dávid viszi ezt. És ki is került a Liget projektből? Így van. Az egy önálló projekt, meg lesz a helyszíne, az a közlekedési múzeum gondozásában fog épülni. Fakivágás. A hét elején elég nagy port vert fel, hogy a ligetvédők ismét megszólaltak, hogy már régóta nem vágtak fákat a ligetben, de most újra. De nagy port azért nem. Dehogy nem, tele volt vele az internetes de média. Legyen hát nagy ön, port. Ön nem érzékelte a port. Volt, aki tüsszögött tőle. Egyébként hó esett, tehát port már csak ezért sem lehetett, de egy viccet féltére, ezek olyan fakivágások voltak, hogy minden egyes darabja indokolt volt, elkészült az a fa protokoll a Városligetben, majd pontosan megmondja előre, hogy mely fákat kell egészségügyi jogok miatt, vagy azért, mert invazív, tehát nem a ligetbe való. Ezek beteg vagy invazív fák voltak? Így van, mindegyik. Tehát egészséges fát átültetünk, csak a beteg vagy invazív fajok kerülnek kivágásra. Ligetvédőknek mit üzen? Olvassák gyakrabban a honlapot, és akkor talán több megértéssel lesznek a projektek. Az akkor mindannyiunkra érvényes. Köszönöm nem, szépen. Mindannyiunkra azért, és nézzük csak, hogy mi történik a Ligetben, és ezek az eredmények majd bizonyítják, hogy igaza volt mindazoknak a sok száz szakembernek, aki részt vett ennek a munkában. Hát legyen szép Ligetünk. Voltak éppen mindannyian ezért aggódunk, akik aggódunk bármiért is. Köszönöm. Köszönöm én is.